Szevasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon, reggelen, délutánon nálunk, nem is tudom hány óra van, körül olyan dél körül lehet, fél egy. Itt vagyunk a hajón apukámmal, aki ott van kint. Szervusz! Ugyanis elment egy hét, most már több mint egy hét múlta filmeztem, a hajó a vizen van, képzel a liftünk a kit kötőbe, a vizen vagyunk, mindjárt meg is mutatom, hogy hol vagyunk, meg hogy néz ki, meg mit csináltunk. A múltkor szombaton képzel leraktuk a vízre, és úszott, nem süllyedt el, bejöttünk a kikötőbe. A külsején dolgozunk még mindig, most lassan elkészül, még körülbelül még egy nap kell a külsejére, maximum kettő, attól függ, milyen lesz az idő. Mutatom a belsejét. A belsejébe sok mindent eddig nem csináltunk, itt van a szőnyeg, és ez a szőnyeg fog menni majd a plafonra, meg az oldalára, aztán majd meglátjátok. És holnap fogunk ennek nekiállni, ma a külsejét próbáltuk befejezni, de nem sikerült. Úgyhogy holnap valószínűleg jövünk vissza és csináljuk. Mindjárt mutatom is, hogy mit. A hajót ugye lefestettük, ráraktuk a vízre, behoztuk. Nem siett el, közben kézzel el hozzánk jött egy rettentő nagy vihar. Rettentő nagyon nagy a szél az elmúlt egy pár napban, a vízre ki se tudtunk azóta menni. És na minden, a hajó nem siett el. Mutatom, mit csináltunk. Emlék addig ide kívülre. Apukám közben volt valamit, csak matat. Egy pár dolgot majd, amit ki kell javítani még a hajó. De azt mondom, hogy kimegyek és megmutatom kívülről. Itt van a hajó, ahogy látjátok, szépen bejött a Balaton. Amit csináltunk a tetejére, azt a ilyen tetőt, hogy ne fújjon be a szél, ne essen be az eső, jelenleg azon dolgozunk, ami még nincsen kész. Apukám köti itt a kötelet, raktunk rá ilyen kötelet is, ahogy látjátok. És ott a Balaton. Ez a tető, ezért jelenleg még dolgozunk, le kell festeni holnap a szélét ilyen szürkére, és nem más megy rá, mutatom micsoda. Ja, meg raktunk rá ilyen szőnyeget, látod ide alulra. Ez alá egy ilyen fát. Ki van itt kötve, az oszlop az kék. Várjál, hol van? Itt van. Megyek befele. Kell bele egy lépcső amúgy. Ezt a kötelet... Hol van? Hol a vége? Ezt a kötelet, oda néz. Ilyen szép, vastag... Ez fog menni a tetőnek a szélére. Kicsit így le fog lógni, és nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, vagy nem. Tehát nem fehér lesz a széle, hanem ilyen szürk, és ilyen lesz a széle, de csak a széle a tetőnek, és ez a kötél fog majd hozzámenni. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, vagy nem. Megmutatom még egyszer a tetőt, csak a szélére fog kimenni. Ide, erre rá. Na mi a helyzet? Aztán... ezt a kötelet majd holnap fogjuk felrakni, ugyanis raktunk a szélére ilyen, nem tudom, ilyen műanyag valamit, hogy az eső ne essen be. Jelenleg azt fejeztük be, ezt csináltuk most már két napja, de mindig esik az eső, az esőt nem tudjuk befejezni. Jelenleg a lukak ki vannak tömve, az szárad, úgyhogy holnap reggel visszajövünk, lefessük, és talán, hogyha megszárad, délután föl tudjuk rakni rá ezt a kötelet, ami szerintem jól fog kinézni. Mit csináltunk még? A köteleket felraktuk, ezeket a kék köteleket. Ezt. Oda hátulra is. Felraktuk a motort is. Egy pár helyen a hajó megütődött, mikor bejöttünk. Ugye rettentő nagy volt a szél, nagyon feljött a víz, nagyon lement a víz. Kikötöttük a hajót és a kötél kicsit lesodorta a végét a festéknek. Ilyeneket ki kell javítani egy pár helyen. Nem olyan túl vészes. De még körülbelül egy nap, maximum kettő. És készen van a külseje, csak belegudtam a lukba. Én is itt a luk. Sok minden otthon van a garázsba, de ahogy mondtam, lassan készül a jó. Holnap ezt fogjuk csinálni a tetőt, ez fog rámenni. Nem tudom, el tudják, hogy tudok-e képzelni, vagy nem. Az alja ilyen sötét, szürke, ilyen fa utánzatú valami lesz az alján. Aztán jön bele majd a konyha valószínűleg a hátulra. És hogyha ez mind megvan, utána jön az áram, a lámpák, a hangberendezés, ugye rádió, vettem hangszórót, oda kívülre, az helyére hangszóró fog menni. Jelenleg be van tömve az eső miatt, és rettentő nagy ilyen nagy vihart mondtak hozzánk, ami szerencsére még itt nem ért ide, valószínűleg ott fönt van valamerre, és hozzánk nem fog elérni. De biztos, ami biztos, minden luk be van tömve, tehát a víz nem tud bejönni, úgyhogy egyelőre ennyi. Gondoljátok ide a videóra, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla eddig, és kinek hogy tetszik ez a tető, amit feltattunk, jó vagy nem. Ugye a másik olyan az a másfajta volt, az az anyagos valami, de a nap rettentő gyorsan elkezdtem megenni, ugye nagyon erős nálunk a nap, azért gondoltuk, hogy erre
ezt a, építünk egyet, úgyhogy ezt építettük még a héten, tehát felraktuk, nem, tegnap előtt. És jelenleg azon dolgozunk. Na ugye, jó, hogy menjünk haza, megevédelünk, aztán nem tudom, hogy mit csinálunk, valami biztos csinálunk a családba. Na, úgyhogy pakoljunk és menjünk. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok, és egy pár dolgot elfelejtettem megemlíteni ott a hajónál. Felraktuk azokat a fém dolgokat az elejére, és azt elfelejtettem megmutatni. Egy pár dolgot, nem tudom, hogy utoljára, amikor lefilmeztem, mi volt pontosan rajt, meg mi nem. De hogyha teljesen elkészül a jó, úgyis meg ugye meg fogom nektek mutatni. És arra lennék kíváncsi, hogy írjátok meg a véleményeteket ide a videó alá, hogy a tetőről mit gondoltok. Jó lesz ez a tető, hogy kitaláltuk apukámmal, vagy nem? Vagy jó lett volna ez a bimini, hogy amíg összecsuklik és hátra megy. De ahogy mondtam, azzal az volt a baj, hogy mivel a hajónak a hátulja egy összemegy hátulra, nehéz lett volna felrakni, nem mutatott volna szerintem ki a legjobban rajta, meg a nap nagyon gyorsan megeszi. És azért úgy döntöttünk, hogy inkább csinálunk egy ilyet, rakunk rá ilyen kötelet, vagy halászhálót, vagy kapaszkodót, vagy valamit, hogy ugye jobban nézzen ki. De nem tudom, egy kicsit olyan furcsa, én azt mondom, de hogy elkészül, lehet, hogy jól fog kinézni. Mindegy, gondoljátok el ide, videó alá írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla. Aztán a héten akartam filmezni, hogy hogy készül a hajó, meg hogy nem készül a hajó. És képzeld el, itt a tükör. Nem tudom, lehet-e látni, vagy nem, de voltam az orvosnál. Voltam a fogorvosnál, ugyanis megint visszajött ez a dolog, ami ugye volt pár évvel ezelőtt, hogy rettentően fáj a fejem, vagy az arcom, és nem tudom, hogy a fogam, vagy az arcüregem, de kaptam antibiotikumot, a fogorvos megfúrta, nem húzta ki, vagy az is most mondtam, hogy nehogy véletlenül kihúzzam, mert az első fogam fáj nagyon, de nem tudom, hogy a fogam, vagy az arcüregem, és az egész héten nagyon-nagyon-nagyon fájt. Ugye próbáltam dolgozni a hajón is, és akartam filmezni, de vagy nem volt nagyon sok kedvem. Ma is rettentően fájt még ma délelőtt, most egy kicsit jobb, tehát jön meg, megy, tehát ebben a pillanatban semmi, mintha nem is fájna, de lehet, hogy két perc múlva annyira fog fájni, hogy a könnyeim fognak folyni, ugyanis a héten képzeld el, annyira fájt, hogy folytak a könnyeim. De csak ebből a szememből, ebből nem. Mikor sírni akarsz, de nem sírsz, mert ugye nem sírtam, mert annyi, nagyon fájt, de nem azért sírtam, mert is nem sírtam, de folyt a könnyem, annyira fájt már. És nem akartam ugye ezt lefilmezni. De ma mindenképp akartam ugye készíteni videót, ez lehet, hogy nem fog ma felmenni, ma szombat van mi nálunk is, hogyha meg tudom szerkeszteni, hogy attól függ, milyen lesz az arcom, akkor lehet, hogy egy kicsit később feltöltem, hogyha nem, akkor majd csak holnap fog felvenni vasárnap, bár ma meglátjuk, nem tudom. Csak gondoltam ugye, hogy megosztom veletek, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy az idő miatt, nem tudom, hogy mi miatt. Hogyha még mindig fájni fog, azt mondta a fogorvos, menjek vissza, mert lehet, hogy ki kell gyökérkezelni a fogamat, ugyanis ezzel azt mondta, megdöngenezte, és az ideg egy kicsit hozzáér, ugyanis egy nagy tömés van ebbe a fogamba a töméshez, és lehet, hogy kicsit meg van duzzadva attól fáj, hogyha ki kell gyökérkezelni, amit nem nagyon szeretnék, ugyanis gyökérkezés, gyökér, tömés vagy a kezelés ugye nem a legjobb, de ha nagyon fog fájni, akkor ugye nincs mit tenni. Na mire, hazajöttem, nem megyünk sehova, ugyanis a Lukasz képzeld el, beteg most már egy hete. Szervusz! Halló! Mit csinálsz? Semmi! Lázas, 38-9 a láza neki, köhög! Látod ilyen szépen, vagy csúnyám? És, ja. Nagyon szépen. Inkább most már csak köhög, a láza most már 37-6, ugye az nem is olyan nagy láz. Délutánra, éjszakára felmegy neki. De egész héten nem volt iskolában, a Davis is elkezdett képzeld el folyni az orra, valószínűleg elkapta megint a Lucas-től, hogy sehova nem fogunk menni, semmi érdekes nem fogunk ugye most csinálni. Amit fogok csinálni, megmutatom, mit fogunk csinálni a garázsba. Ugyanis ugye a hajóm elment, eladtam, és eltűnt, mutatom. Visszajött az autóm a garázsba, oda nézzél! Itt van még az új hajónak ez a párnája, vagy nem tudom, hogy hívják. Ugye ezt addig megtartom ezeket, még nem veszek újat, és méretet nem tudom levágni. Ugye most nem más fogok csinálni, mint kell az autóval, és ezeket a dolgot le fogom festeni a kis, minek hívják, ajtókat, meg ablakokat. Ott a túloldott nagyon sok van. Ilyen kicsi kis, mindjárt megmutatom, hogy micsoda. Azt fogom lefesteni most egyszer, aztán holnap majd valószínűleg még egyszer. És ugye ez a versébe fog menni. Ugye azon fogok most ha dolgozni, ugye is nem megyünk sehova se, ahogy mondtam. Ragasztó, holnapra kell a ragasztót, csak ide rakom, hogy elfelejtsem. Tehát holnap valószínű, hogyha visszamegyünk és nem esik az eső, apukámmal ugye le fogjuk festeni a szélét a tetőnek,
és hogyha megszállott rá, hogy ez a vastag fehér köti, azt szerintem jól fog kinézni, ezt találtuk ki. Nem tudom, a fejemben jól néz ki, élőben nem tudom, hogy milyen lesz. Reméljük, hogy jó lesz. Na igen, úgyis megmutatom majd a végeredményt. Úgyhogy most nem más csinálok, mint felhozom a cipőmet, kiállok a garázsból az autóval, és nekiállok festeni. Mindjárt megmutatom, hogy miről beszélek egész pontosan, csak keresem a cipőmet. Kiálltam az autóval, úgyhogy ezt idadig lerakjuk. És valószínűleg ezen fogok festeni, ezekről a dolgokról beszéltem. Ez a hajóba megy be, ugye oda fel a falra, és ezen van egy ilyen kisebb ajtó, ami becsukódik, ki lezáródik. Ezeket fogom most lefesteni, meg az asztalt is. És az, hogy már ennyi a munka. Aztán ezeket ugye majd ki kell vágni, veszek ilyen új macacot, vagy nem tudom micsodát, be kell majd valahogy fedni, hogy hogyan, azt még nem tudom, ugyanis varni nem tudok. De lehet kapni olyan vasalható valamit, nem varsz, hanem rárakod, mindenki tollára is rávassal, és olyan, mintha rá lenne varva. Nem tudom, hallottatok ti már ilyenről, vagy nem? Én még sose, a YouTube-on múltkor néztem, hogy hogyan kell varni, és ez bejött, gondoltam, hogy egyszerű. Oda rakod, vasalva rávassal, és átra olyan, mint oda lenne varva. Hogy mennyire jó? Nem tudom, majd kiderül, azzal fogok megpróbálkozni. Úgyhogy hol az ecsetem? Való, elhagytam az ecsemet. Na minden, gyorsan lefestek egy párat, azt megmutatom, hogy fog kinézni. És fehérre lesz. Aztán valószínűleg, hogy fehér marad. És a belső fehér lesz, és szürke, meg sötétebb szürke. Gondoltam, hogy megkeverem kékkel, de lehet, hogy túl olyan bohócos lenne, hogyha a belsőben lenne ilyen kék színű is, meg nincs is kék festékem. Úgyhogy egyelőre marad fehér, aztán, hogyha nem lesz jó, átkenjük, átfestem kékre. Na, hozom az ecsetet, aztán festünk. És végeztem, képzeld el, hogy bele is zuhanyoztam. Ahogy látjátok, át is öltöztem, mutatom, hogy mit csináltam. Lefestettem az összeset, mind a két felét, szerintem most már meg is száradt, ugye ez csak egy ilyen festék előtti festék, amivel lefestett, hogy rá tudjon menni a festék, ugye rá tudjon tapadni. Úgyhogy kész van az összes, kivéve ugye a két fal, ugyanis ez nem festve lesz, az egyik felére ilyen fa utánzatú valami fog menni, amit így rá kell rakni. A másik felé meg ugye bent lesz az ágynál, oda meg ilyen szűnyeg fog rámenni. Úgyhogy, hogyha minden igaz, az összeset lefestettem, még az asztalt is, de az asztalak is az asztal. Ez az asztal, vagy az az asztal? Nem, az az asztal. Az egyik felét festettem le, ugyanis a másik felére vagy másfajta dolog fog rámenni, ilyen fa utánzatú valami. Úgyhogy azt nem festettem le. Aztán mit csináltam még? Mást, nem tudom, elmosni az ecsetet. A motor, ugye, ami volt a hajó, az ott van kint. Az, hogy a jövő héten, vagy egy pár hét múlva, hogyha kész a hajó, ugyanis a hajó el fog készülni pár hét múlva, hogyha minden igaz, már addig bejövünk. Neki fogok állni, szét fogom szedni. A motor az annyira nem értek, tehát egyelőre nem működik, nem állt be a motor, mert átfordul, de nem lehet beindítani, úgy nem is próbáltam beindítani. De nagyon rossz állapotban van, úgyhogy szét fogom szedni, és kicserélem az olajat, amit tudok mindent, és megpróbálom beindítani, hogyha beindul, akkor jó. Hogyha nem indul be, akkor megpróbálom eladni alkatrészként valószínű. Aztán a WC-t kivettem, a WC-t nem fogom vissza belerakni, ugyanis ahogy nézegettem a WC-t, elég csúnya állapotban van. És az, hogy veszek egy ilyen benti WC-t. Aztán amit akartam mondani, a héten elmentem, egész pontosan mikor, tegnap vagy tegnap előtt, és a hajót ugye le kell regisztrálni a nevemre. Nem az az érdekes az egészben, ugye, mert ugye átírtam a hajót a nevemre. De amikor átírtam, ugye kérdeztek sok érdekes kérdést, például az egyik kérdés az volt, hogy mi lesz a neve, és Balaton, tehát beírtam, hogy Balaton, úgyhogy hivatalosan a hajót Balatonnak hívják mostantól, tegnaptól, vagy tegnap előtt, amikor ugye voltam. Úgyhogy Ausztráliában valószínű, hogy ez az első Balaton hajó, ha jól tudom. Legalábbis itt aggódkoztam biztosan, mert egyet sem láttam, és nem tudom, én örültem neki, hogy Balaton lesz a hajó neve, ugye, és az lehet, hogy rá van írva a papírokra, meg mindenhova, még nem kaptam meg hivatalosan, de benn van a rendszerben, hogy a Balatonnak hívják a hajót. Kaptam új számot is hozzá, hogy rá kell ragasztani, ha minden igaz, egy ilyen, ugye attól fog, hogy van a munka, de ilyen 2-3 hét, maximum egy hónap múlva teljesen be lesz fejezve a hajó, legalábbis nagyon-nagyon remélem, hogyha valami közben nem jön még a fogamba, és nem fogok tudni semmit csinálni, de be lesz fejezve a hajó most már nem sokára,
és ki tudjuk vinni a vízre, nem kivinni a vízre, majd a vízre kivinni, hogy leteszteljük, valószínűleg ki fogjuk vinni még előtte, mielőtt elkészül a hajó, amint a külső elkészül, ki akarom vinni, meg akarom nézni, hogy ugye hogy megy rendesen, mert egyelőre annyit mentünk vele, hogy lerakták a hajót a rampánál, és visszavértünk a kikötőbe, tehát ilyen 20 percet ment a hajó, stabla volt, mint a régi, az biztos, de még nem mentem el ugye fele sehova se, tehát egy pár dolgot meg akarok rajt nézni, meg hogy hogy megy, és majd meglátjuk. Egyelőre hajót nem akarom eladni, de nálam ugye sose lehet tudni, egyelőre úgy van, hogy meg fogjuk tartani, aztán majd kiderül ugye. Na milyen, úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, Lukasztól elköszönünk, szervusz! Szia! Na jó, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor néztik, ahogy szoktam mondani, remélem, hogy jövő héten már jobban lesz a fejem, a fogam, meg mindenem, és ki tudjuk vinni, hogy ott le tudom majd nektek filmezni az egészet, hogy hogy néz ki, nagyon remélem, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, sziasztok!